Ennyi az idő? Az a helyzet, úgy értem, hogy nagyon jó. Én javaslom, hogy egy órát írjunk még, és aztán menjünk haza. Aztán holnap megírjuk a darabon. Figyelj, ez nagyon jó. Bécs, Bécs és a független Magyarország közötti ellentétek fokozódó kiélesedését felzaklatott idegrendszere nem bírta el. 1848. szeptember 5-én házi orvosa kíséretében elindult Döblinbe, ahol hosszú éveket töltött elborult elmével az ideggyógy intézetben. Ilyenkor megkérjük, hogy avassa fel a Széchenyi szobrot. A következőt ajánlom, hisz fel, és úgy kezd, hogy Pivalcsik Fülöp úri és papi Szabó vagyok. Szeretném megkérdezni, megérkezett a kisinas reverendával. Nagyon kedves. Ah, shit. Fej. Már nyugodtan fölhívhatod ébre. Ez a következő. Ebből készül az ötlet? Ez a szobrász munkája. Forintosokból elkezdő szobrász. Hogyha összerakok egy tartókot, az kiad egy Széchenyit. Négy ezer. És látja, hogy nyitva a templom, és bemegy is a magyarságot. Fölharangozza a magyarságot. Nagyon jó. És majd abból jön le valami galamb. De akkor ott tart egy beszédet a magyarságból. Összegyűlnek körülötte a tisztíva városiak. Meg ez bejön és megint faragott képet rázza az öklét. Egy haszit. Orfalt. Ne rázza az öklét, nem otthon van. Én eléd állok. Adálinken ezt a sors. Lábunk megvetén a Szent Krisztina földön. Adaték nélkül ama földíróság és égi fény, mely kigyújtja nélkül az magyar véremet. Elmegy egy nő a szobor előtt. Megáll. Visszafordul. Már itt női panasz? Vagy ez? Nem volt női. Most kell eljönni. De hát azt nem kell megnyúlni. Azt nem kell megint, csak bele kell írni, hogy hova kerüljön. Most kellene azt. Most kellene azt elmondani, hogy mindig egy színpad. Jó. És aztán még lehetne kellene. Jól. Tehát velük tényleg dokumentálni. Jó, ezt Egy oszlop, ami kimegy, amit nem tudjuk a végét. Vannak ezek a festett hátterek.
hogyha egy ilyet tudnánk... Hát, ferzet. A rivaldás. Az, akkor ki tudnak mondani, az volt. Egy Budapest látkép. Gondolva. Női panaszkodik, mert nincs aggályi bajszer, hogy itt 12. kiállt a szobor, megelevenedik, vagy nem elevenedik meg, vagy nincs, mi van, hogy van vége? Azt kell, mi az, hogy meg kell mondani? Legyen az elejére egy fő belüli mindent, hogy megjönni magát. Ja, és akkor beleírom az elejére, hogy csinálom. Nem, ez a vége pont. Vér csorog a szobron le. Á, vér csorog a szobron le. Megdítják, és egy lövés lehet, és csorog le a vér a talapzat. Mi van még tehát szobró? A követség az egy elég szép pillanat. Elég elmond, és meg nem hír. Sokan, mint a Crossbow, tűznek követségeknek. Bejártuk az egész követségeket. Nem lehessen főműveseket a vendégmunkásokat a követekkel összehozni. A követséget, a magyar köműves az amerikai követségekkel, vagy a kairói követségekkel. Kairói, magyar kairói követségekkel. És a szobrok, hát akkor... Eddig még a legélőbb szituáció a szobor. Nem a tényleg. A legnagyobb magyar faragja. És akkor közben megjelenik a Madame Tussauds. Igen, hát monsieur, je suis Madame Tussauds, meg is. Először még cifrázzák, a végén meg már csak azt mondják, Széchenyi, Kossuth, Széchenyi, Kossuth, Széchenyi. Kossuth, ekkor jön Madame Tussauds, és azt mondja, Madame Tussauds, kedves egészségével. Megjelent egy bengáliai királytigris, is, ne szabad, megjelent egy bengáliai királytigris. Is. Belém loholt, rátette az egyik lábát, egyik mancsát az egyik vállamra, a másik lábát, a másik vállamra. Nem az a nem, azt mondja, grófúr, megjött az umbriai követ. Hol követsz? De erről nézd meg azt a képet ott fejedni. Ezt ki csinálsz? Próba, jössz. Éppen figyelj. Igen. Hová visz Lukács? A Széchenyibe. Mi volt a készül erre? Megnyitott. Akkor csináljuk úgy elő, hogy a kicsinyi megnyílt a rudakfürdő van. Erről csináljuk egy Széchenyi, ne a Széchenyiről, én jobb szeretem a rudast. Vagy a Lukács. De ma nyílt meg. Ma nyílt meg a rudast. Miért nincs róla hívasszak? Megvan.